Szombaton délben a 24 órás egyéni, valamint a 6 órás egyéni és váltófutás indult. Éjfélkor startol majd a 12 órás maraton és a 100 kilométeres táv résztvevői. Vasárnap reggel 6 órakor pedig az 50 kilométeres táv versenyzői is elrajtolnak. Dudás Róbert három társával a 6 órás váltófutásra nevezett be. Igazából teljesen hobbi szinten futunk, én úgy hiszem, hogy a négyes váltó minden tagja, igazából csak a szórakozás és a társaság az, ami elsősorban minket ide vonzott ezúttal. A szerbiai és nemzetközi szintű verseny egyúttal országos bajnokság és válogató is a világbajnokságra, mondta Jánosi Elvira, a Szerbiai Ultramaraton Szövetség elnöke. Idén sokkal több a hazai versenyző, mivel nincs alkalmuk, nem tudnak a vírus miatt más országokban részt venni, meg nincsenek is megszervezve, de viszont külföldről is jó néhány országból mégiscsak jöttek. Volt például Romániából, aki annyit mondott, hogy nem tud jönni, mert anyagilag nem bírja a tesztet. Neki azzal segítettünk, hogy nem kell neki nevezési díjat fizetni, nem kell szállást fizetnie. A 14. Palicsi Nemzetközi Ultramaratont dr. Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke, és Natasa Alexic, a Városi Tanács sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja nyitotta meg. Azt gondolom, hogy a mai világban a rekreációnak különböző formái jót tesznek, a futás ennek az egyik módja. A futás és a politika, vagy a futás és az élet között több párhuzam figyelhető meg, mind a kettő vagy mind a három esetében fontos az állhatatosság, a szívóság, az, hogy az ember kitartó legyen, az, hogy tisztelje az ellenfeleit, meg a pályát, a körülményeket. Erre megtanít bennünket a futás is többek között. A 14. Palicsi Nemzetközi Ultramaraton vasárnap délig tart. A kora délutáni eredményhirdetéssel és az ünnepélyes díjkiosztóval zárul.